Na, sziasztok gyerekek! Ma a Truck Simulator-t fogjuk kipróbálni, és megnézzük itt a telefonon, hogy milyen ezzel játszani. Amit látjátok, ilyen gameplayt még nem csináltam a csatornámon, úgyhogy most meg fogjuk ezt csinálni. A neve egyébként Truck Simulator 18, ugyanis tavaly 2018-ban jött ki ez a játék, és tök jó, úgyhogy most meg is fogjátok látni, ha betölt a pálya. Igen, megérintjük, elindítjuk a játékot. Kijelöljük, hogy melyik pályával szeretnénk menni. Egyébként már van saját vállalkozásom, illetve már beállítottam a dolgokat, úgyhogy ilyenkor már csak a pályát választjuk ki. És azt hiszem, egy Ivecos kamionnal megyünk, de nem vagyok ebben biztos, majd a végén megnézzük, megmutatom nektek. És akkor már itt is vagyunk, a bejáratnál, az ipari parknál. Beindítjuk a motort, és akkor nem is indulunk. Már is ott van a szállítmányunk jobb oldalt. El kell szállítani. Na, autóval lesz megpakolva. 5 darab autó van rajta. Úgyhogy óvatosan kell majd vezetnünk. Veszünk egy nagy ívet. Rückwärts. Szépen rátolatunk. A nézetet váltunk. Aha, nem lesz jó. Stop. Stop. Nem stop. Akkor direkt előre megyünk egy kicsikét. Akkor rákanyarodunk. Oké. Rückwärts. Így már jó lesz. Úgy, na már rá is csatlakozott. Na. Let's get started. Gyerekek, közben direktbe tesszük. És akkor indulás. Nézzük. Ez elég hosszú a rakomány. És bel is indulunk innen a telephelyről. GPS már be van kapcsolva, 92 kilométert fogunk megtenni. Turn right. Persze a játékban ez valóságban nem 92 kilométer, akkor vezethetünk több órán keresztül. Úgyhogy itt is vannak csalások. Megyünk jobbra. Nem volt senki. És pedig is tudunk itt jobbra majd. Most látod zöldre, oké. Turn right. Ez még mindig kint van. Na, és akkor neki nyomjuk, hát most senki nem csinál az utakban. Ezért ez a valóságban ilyen nem létezik, hogy egymás mellett fel le szállnak. Ez látszik, hogy ez nem valóság, hogy megpróbálnak valóságosan. Közben kikapcsoltam a rádiót, mivel van rádiót is. Csak közben kikapcsoltam, mert nehogy emiatt letiltson a YouTube, mert szerzői jogok. Úgyhogy inkább nem hallgatom most rádiót, de egyébként ha játszatok otthon és nyilatkoztok, akkor ilyen internetes külföldi rádiókat tudtok hallgatni, hiszen ez is benne van építve az alkalmazásba. És így akkor jobban átjön az érzése ennek a kamion vezetésnek. Most valamiért le kell térni. Látjátok, ott le van zárva. Ja igen, ellenőrzés, rendőrségi ellenőrzés. Na, látjátok, ennyire vannak ilyen valóságos dolgok is a játékban. Meg kell állni, és jól tudom, hogy csúly ellenőrzés lesz. Megállunk, és akkor lemérik a kamiont. Nem tudom, na. Nem így
sajnálom, mint túl vagyunk rajta, mindjárt kirémeltünk, hogy folytassa. Köszönjük szépen, rendőr úr. Nem talált semmi gyanúsat. Nem szállítunk semmi illegálisat, csak autót. És már is fordulok vissza az autópályára. Sőt, kettő sávot is váltunk, hiszen itt most baleset történt. Ez is meg van rendesen rajzolva otthon, a rendőrök, májszínetek, meg a mentők. Sőt, még láttuk a két járművet is, ami ütközött. Úgyhogy ez így nagyon jól megoldották. Közben kisorulunk a külső sávba vissza. Lezavarjuk itt az autósokat. És akkor ma megint jön valami. Az autópályáért ugye nem úgy van, mint Magyarország, hogy megvesz egy autópálya matricát, és akkor ugye kamerákkal ellenőrzik, fotóznak téged, hanem vannak ilyen sorompók, ahol ki kell fizetni, mert hát 25 dollárt le is font autópálya díjért. Szóval kifizeted, és átengeded a sorompón. Ugye ez azt hiszem néhány kilométerenként megismétlődik ez a kapu, és csak akkor mehetsz át a következőn, tehát megvan milyen szakaszra, tehát mennyi szakaszra van érvényes autópálya matricád, illetve használható díjad. Most nem tudom elmagyarázni, és akkor onnan nem tudsz tovább menni, hogyha nincsen a szakaszlétet meg, hogy 100 km-t néz meg valamennyit. És itt gondoltam, lefordulunk, de most benzin az van elég, nem megyünk a benzinkútra. És amúgy ez is megvan, nagyon jó valóságosan csinálva a játékba. Közben elkezdett szakadni az eső, hogy arra gondoltam, hogy ez is meg van valósítva a játékban, hogy van ugye a benzinkút is, ugye alul látjátok a tankot, hogyha kiürül, akkor be tudunk gurulni a közeli benzinkútra, és akkor ott is ugye tudunk vásárolni benzint, vagy dízelt, vagy amivel megy ez a kamion éppen. Közben megjelentettem a bal sorokba, egyébként, hogy éhes is tud lenni a vezetés, fáradt is. Tehát, hogy hány százalékban vagyunk. Ez motel, ez még nem kell nekünk, mert 56 százalékban vagyunk. Közben ezek megálltak itt, úgyhogy ez kikerül őket. Közben kimaradt a irányjelző. Nem kell nekünk a motel, 5-300 van még elég. Onnantól van gáz, hogyha az lefogy, mert hogyha 0% lesz, akkor elkezd bealudni a sofőrünk, és elsötétül így a képernyőnk, így elkezd, mint hogy a pislognak. Mint hogy a tényleg csuklán a szemét olyan fáradt lenne, sőt ásítozunk is. Úgyhogy ennyire valóságosabbat csinálták, de ha jól látom, most jön valamit, hogy jobb lesz, hogy lehet élni. Vissza 24%-ban van a helyenek, úgyhogy mindjárt évesünk, ilyesek leszünk. Kívülökkel lemegyünk a járműket. Méghozzá egy fánkozóhoz. Drivers Donuts. Vezetők fánkra. Csak ötve is parkolunk, és akkor meg a járműket. Na, meg is veszük, 10 dollár egy kaja. Nekünk azt hiszem valami 50 ezer körül van pénzünk, 50 ezer dollár. De ugye nem költhetjük el mindet, mert azért kell izébe. Kell majd új kamionra, illetve a vállalkozás bővítésére. Na és akkor most ki is megyünk innen. Folytatjuk az utunkat, mert azért megy az idő. Köszönjük szépen, uraim! Egy borravalót is hagytunk.
és van még 10 percem. Majd érek az úti célhoz. Jó lesz sietni. Sorompó, ezt mondtam nektek. Mint ha jól tudom, már nem kell fizetni, mert egyszer már kifizettük az autók nem használható díjat. Így csak megállunk, és majd át fogunk jönni a kapu. Aha. Mondtam én. És már csak 9 percig maradt. Na és akkor a balra veszik az irányságot, váltunk, mert megint van baleset van, ott a mentőautó. Aha, ott van felborult két autó, illetve egy szállítmány, konténernek nézett ki, csak egy kamionnak a szállítmánya borult volna az útra. Na mindegy, megyünk jobbra, csak látjátok, nem Magyarországon játszódik, ott voltak írva az instrukciót, azt hiszem egyik pályán, azt hiszem Bolognába mentünk Bologna felé. Olaszországban volt olyan is, hogy Svájcban közlekedtünk. Exit right. Ja, nem ott volt a Bologna. Aha. Bologna. Exit right. Aha, ott arra fele megyünk. Olaszországba vezetünk most. Turn right. Vannak egyébként magyar pályák is az ilyen szimulátoros játékban. És le is akartam tölteni egyet a számítógépemre, csak még valamiért a streamem az szórakozik, úgyhogy még elindítom, az 1000 év lesz. De jobbra jöttünk. Right. És ilyen nagy évbe kanyarodtunk, idegesít, hogy nem mindig tudok normálisan oldalra nézni a játékba, mert sokszor jobbra akarok nézni. És balra néz. Hát igen, jobbra irányítom a tekintetét. Continue straight. Nem, már csak 15 km-t mondtam. Már lassan ott vagyunk. Közben megállunk. Continue straight. Ó, bakker. Ezt utána mész be a játékba, itt olyan rosszak a lámpák, hogy láttátok, hogy zöldön gurultunk át. De amire odaért, tehát azt már mi nem láttunk a szélvedőn, de mi láthattunk, a piros volt, úgyhogy 50 dollárt le is van a mutatésre. Pedig próbálok erre odafigyelni, és zöld, amikor elindulok, megindulok. Tehát egy ekkora nagy járművel nehéz lefékezni. Turn right. Gyorsan. És olyan megyünk jobbra, szembe megyünk a motorba, mindjárt alaszkosabb fogjuk. Látjátok, alig van 16%-on az éberségi szint. Meg is álltunk, és akkor 50 dollárért kibérelünk egy szabát. Ezeket a hangokat is bírom. Ezeket tücsök ciripelést, meg amikor kajál, és akkor csámcsog. Úgy. Jó. És akkor már látjuk, hogy beestenedett. Úgyhogy menni kéne. Valóságban egyébként ennyi idő nem telt el. Csak sokszor a pálya. Átugrik. Napszakukat. Csak itt alatunk. Jó. Elég, és akkor indulás direktbe. Hát hiszem, és akkor mindentől meg tudunk tudni fordulni. Közben még balra kívánom, hogy kirakva a bal indexet. És a napi autó, meg nem megyünk. Más oldalt, most normálisan működik. Nem mindig működik. Jobbra nem mindig tudok kinyitni.
Ez idegesítő. Már csak 5 perc maradt. Figyeljetek, annyit megoldjuk. Simán nagy 2 kilométer van is hátra. Persze a valóságban 5 perc alatt max. 1 vagy 2 kilométer teszem meg, tehát ez már turn right. Hát, hogy még gyorsan váltunk. Ezért most odafigyeltünk jobban. Csak megy az időnk, de hát inkább, mint hogy levonjunk pénzt. Jöttem lehet. Szóval jobbra kell mennünk. Ezt tetszik, angolul is mondja. Tehát aki tud angolul, az érti, hogy angolul is mondja neki a GPS-es csajci. Continue straight. Jobbra, jobbra. Ma már azért átkodultunk egyszer. Valóságban ne tegyétek meg azért. Azért később néztek ki. Inkább időben nézzetek ki. Ez most nem csak kamerára vonatkozik autóra is. Tehát egyenlangú keresztetődésből mindig nézzétek ki először balról, utána a jobbra. De még mielőtt ráhajtanátok a keresztezésre azért. Persze nagykönyvben tanítják, de hát sokan nem tartják be. És közben megkérdez, hogy előre, hátra, fele, vagy menjünk csak, hogy csak ledobjuk. Mi hátra, fele, mert szeretnénk a 2500 dollárt. Úgyhogy egy kicsit inkább szenvedni fogunk, a több pénzt kapunk érte. És nehogy kifussunk az időből. És akkor ott látjuk, hogy kell majd lerakni. De hát veszünk rá egy nagy hívet. És akkor örök fegyszer. Megfelelően berakjuk közben a kamera nézetet is váltani kéne, mert így nem fog tudni kanyarodni. Ez jó lesz. Indulás. Na csak 3,5 percen van arra, hogy bekamerom, vagy beparkoljak. Csak közben nem volt jó az így, úgyhogy egy kicsit még előrébb jövünk. Úgy. És most már próbálunk rátalálni. És inkább azt szokták mondani, hogy a lassabb kicsit jobb, vagy nem tudom, az van egy ilyen mondás, hogy ha nem szabad rohanni, meg bepánikolni, hanem inkább lassan kell megcsinálni, de tökéletesen. Úgyhogy mi is most ezt a módszert választjuk, inkább ilyen apró mozdulatokkal próbálok kormányozni, mert akkor kevésbé rontom el, mint hogyha most nekiállnék és elkezdenék kapkodni. Ha elkezdek kapkodni, akkor annál jobban el fogom rontani ötször, és annál több ideig fog tartani. Látjuk, most váltottam minden másik kamera nézetet, innen jobban átlátom az elejét és a hátulját is. Úgy rákanyarodtunk, és akkor így most elég lesz. Jó, nem. Ki fog picskázni a hátulja. Még egy kicsit előrébb. Hogy? Most, hogy egyenesben van most. Egyszer jobbra, egyszer balra apró mozdulatokkal. Most egy kicsit még jobbra kell venni az irányt, mint elején jobbra, hogy ugye ívesen rá tudjak kanyarodni. Jó, most megvan, akkor egy kicsit befékezek lassabb tempóval. Most 2 km per órával próbálok most bal mozdulatot venni. Látjátok, csökkentem a sebességet. Most nekiadtam egy kicsi gázt. És akkor így tökéletes lesz, mindjárt be is parkolunk. Észszerű megoldás kell ide. És amint zöldre vált a pálya, már el is fogadja. Na most állj, stop. Na ez az is 5250-et levont, ugye, és 7868 dollárt kerestünk ma. Na, itt a hülye reklám. Most már ugye csak itt lehet játszani virtuálisan. Na, és akkor continue. Na és most, hogy vége van ennek a pályának, megmutatom nektek az én vállalkozásomat, illetve a beállításokat, meg mindent.
Úgyhogy most ezeket fogom így megmutatni a videó végére. Szóval bemenjünk oda, hogy company. Látjátok, ott van a cég neve, az, hogy mennyi dollárom van, hogy mennyi van pénzbevételem, mennyi jött be idáig. És akkor nézzük a kerítsek. Ivekus. Pont ő Ivekus kamionom van. Ez ügyenes. A Volvo, ez a DFA, meg az ilyenek. Talán Volvo. Ezek már drágábbak, ezeket még meg kell venni. Hiszen vannak olyan pályák, amik csak ezzel lehet menni, MAN. Nem lehet bármelyikkel menni, hanem muszáj ezeket a kamionokat majd megvenni. És amit látjátok, ez a legjobb. Twizzla. Ez ami vagy kamu márka, vagy a Tesla-nak a koppintása. Vagy nem hallottam még meg erről. Na mindegy. És akkor lehet sofőrt is választani, aki gyorsabb, vagy jobban csinálja. Ti döntitek el, ha tetszett a játék, akkor játszatok vele. Ennyi lett volna már a videó. Sziasztok!